Gárdonyi Géza, Egri csillagok, Eger veszedelme. És ebből a részből pedig a harmadik fejezet fog következni, 2000-en 200 000 ellen. A kapu előtt benne a városban egy széles arcú sovány hadnagy oktatott vívása körülbelül 50 katonát. A hadnagy rikkantgatott. Vissza-vissza! Mondom, szemer, hogy amint vártál, kap vissza a kardodat! Tanítványa látszott, hogy sose volt még katona. Markos, erős parasztfiú volt. Ki ez a hadnagy? Kérdezte Gergely. Hegedűs, felelte Dobó, a kassaiak hadnagy, a kemény ember. A tömlöc bástyánál leszállt a lováról, és átadta a kantárt Kristóf apródnak. Fölmentek Gergellyel a bástya tetejére, ahol egy nagy ágyú, 4 mozsárágyú és vagy 6 nagyobb lő szakállas ágyú várta az ellenséget. Az ágyúk mellett egy göndörhajú szőke német oktatta a parasztokat. 5 német lövész szolgált a várból, Dobó Bécsből hozatta őket. Több idegen nem volt a vár népe között. Nézd ezt a gyönyörű ágyút, mondta Dobó az egyik bronzágyút megsimítva. Béka a neve. Mikor ez kuruttyol, a török megérzi az esőt. A falat ott is, mint körös körül, magas veszőpalánkkal toldották meg. Néhol még nedves volt rajta a sár. Azért kellett a palánk, hogy kívülről be ne lásson az ellenség, s hogy a fal tetején észrevétlenül járhassanak a védők. A templom oldalán egy boltozat alatt kézi bombákat gyártottak a katonák. 2 tűzmester vigyázott a munkájukra. Ezek a régi bombák sustorognak, ugrálnak, elpukkannak, aztán végük, mondta Gergely. Én magot teszek a közepükbe. Milyen magot? Kis bombát, részporba kevert olajos vasport és egy darabként. Az én bombám csak akkor kezdi a munkát, mikor elsült. Dobó oda kiáltott a bombakészítőknek. Hagyjátok abba a munkát! Bornemisza főhadnagy úr vissza fog ide térni, és aszerint dolgozzatok, amint ő parancsolja. Fölmentek a bástyának átalakított templom tetejére. Itt a keleti részen erős lesz az ostrom. A nap is szembesüt reggel, ide ember kell. Rád gondoltam, felelte Dobó. Köszönöm, és a két ember kezet szorított. 4 nap múlva a templom tornyán hosszút rikkoltott a kürtös. No, mi az? Kiáltott fel Megcsei. Jönnek! Dobó és a tisztek felsiettek a déli bástyára, egy vágtató lovast láttak közeledni. Az én katonám, örvendezett Gergely, Bakocsai. Ahogy a lovas közelebb érkezett, látni lehetett, hogy az arca vérben úszik. A lova oldalán dinnye forma gömbölyűség lógott. A hírhozó nyomában még 3 őr rúgatta az útporát, a többit alig, ha nem levágták. Hát itt a török. 200 000-nyi emberarcú fenevad. Nagyobb részüket a zsenge gyermekkortól nyilazása, lövése, falmászása, tábori életre nevelték. Kardjuk Damaszkuszban készült, vértjük derbendi acél, lándzsájuk hindusztáni mesterkovácsoktól való, ágyúikat Európa legjobb öntői alkották meg. Puskaporuk mérhetetlenül sok, golyójuk, fegyverük megszámlálhatatlan. S velük szemben? Itt áll ez a kis vár, s benne alig 2000 ember, meg néhány régi hitványágyú. Mit érezhetett, Dobó? A hírhozó Bakocsa István feliramodott a várba, és leugrott a lóról. Megállt izzadtan porosan Dobó előtt. A nyerge széján egy göndörbajszú, barna török fejlógott. Jelentem alásan, vitéz kapitány uram, szólt bokáját összeütve. Itt a török az Isten fáját! Ez a füstös itt a lova oldalán is jól megkergetett az Isten fáját. 2 el is kaptak közülünk az Isten fáját. No, mondta Dobó. Mától fogva 10-es vagy. Eredj és igyál egy kupa bort. Majd mosolyogva hozzátette. Az Isten fáját. A beretvált fejnek egy hosszú fürtje volt középen. Annál fogva akasztotta le és tartotta kezében az összesereglett emberek bámulatára Bakocsai.
A török megérkezésének hírére olyanná vált a vár, mint a zajgó mékas. Bakocsai mindjárt leült egy borbély elé, hogy beköttesse a sebét. 13 borbély volt a várban. Ők voltak az orvosok, mert orvos nem volt. Az országban is alig. A borbélyok kötözték a sebeket, ők fertőtlenítették és vartak. Jó, akkor nézzük ezt a részt. Ennek a címe 200 000 ellen. Az első kérdésem az lenne, hogy értelmezzétek ezt a címet. Mit jelent ez a cím, hogy 200 000 ellen? A második kérdésem az lenne, hogy mi az a bizonyos béka, amit olyan szeretettel simogat meg Dobó István, miközben megmutatja várat Gergelynek. A harmadik kérdésem az lenne, hogy Gergely a bombáknál milyen újítást eszelt ki, amivel ez hatékonyabbá válik. A negyedik kérdésem az lenne, hogy ki az a Bakocsai, és mivel érkezik meg a várba, milyen hírekkel, és milyen egyéb látható dologgal is. Az ötödik utolsó kérdésem pedig az, hogy mi Bakocsainak a szava járása, mi az a szó, az egy igazából nem a legszebb szó, amit minden mondatának a végére oda tűz. Köszönöm szépen, sziasztok!